Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Ahogy az előző adásban ígértem önöknek, a mai beszélgetésünk fő témája a gyepgazdálkodás, annál is inkább, hiszen egy gyepgazdálkodási munkacsoportot hozott létre az Agrárminisztérium, amelynek tagjai a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, illetve a Magyar Állattenyésztők Szövetségének szakemberei. Erről fogunk beszélgetni ma. A vendégem Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Tisztelettel köszöntöm. Szép jó estét mindenkinek. Az előző beszélgetéseinkkor már érintettük ezt a témát, hogy mint mindennek rendelt ideje volt, mert hogy elképesztő, hogy mennyire elhanyagoltak a földjeink, mármint nem a szántóföldek, hanem a mezők, a GYEP program, pontosan ezért kellett, hogy elinduljon valami. És Felman Zsolt, ugye a felelős államtitkár is arról beszélt, hogy a gyepek jobb hasznosítása és a gyepgazdálkodás színvonalának erősítése a következő időszak egyik legfontosabb feladata. Ez így igaz, és mivel egy alkalommal, egy körülbelül másfél-két hónapja erről a témáról itt beszélgetést folytattunk a tekintetbe, hogy a Magyar Állattenyésztők Szövetség kezdeményezésére az Agrárgazdasági Kamara GYEP munkacsoportot, vagy rétlegelő gazdálkodási munkacsoportot hozott létre, pont a gyepek biodiverzitásának fenntartása, a termőképesség megőrzése tekintetébe. Ezt mi azonnal jeleztük az Agrárgazdasági Minisztériumnak, és ott teljesen nyitott fülekre találtunk, és nagy fogadókészségre miniszter úr személyébe, hiszen ő is rendkívül fontosnak tartja ezt a bizonyos egyensúlynak a fenntartását és megőrzését, a természetvédelem és a biodiverzitás fenntartása között. És nyilván az az ellentmondás, ami kezdett kialakulni Natura 2000 gyepek vonatkozásában különösen, hogy csak lehozásra került róla a különféle gyep mennyiség, az ott termelődött zöld tömeg, és visszapótlásra meg nem, hiszen állat némelyiken nem volt, ami visszapótolja a tápanyagokat, és ezért gondoltuk azt, hogy mindenképpen legalább akkor ezekre a gyepekre megpróbáljunk állatot tenni. Az állattetevés viszont hát majd a következő kapreformban lehetséges egy termeléshez kötött támogatás tekintetében. De hát akkor engedjük meg ezeknek a szerves trágyázását, hiszen jelenleg az sem lehet. Bizonyos gyomszabályozó tisztítókaszálását, ami egyáltalán nem a gyepek intenzifikálásának céljából valósul meg, hanem pont a biodiverzitás, a gyepek különféle fűfélék összetételeinek és annak sokszínűségének megőrzésére irányul. Na most figyelembe véve ezt, a minisztérium nem csak mellé állt a kezdeményezésre, hiszen hogy egy gyepregisztert elkészíteni, ez komoly pénzügyi hát feladatot is jelent, ezért egy olyan gyep munkacsoportot hozott létre, ahol nagyon magas szinten van képviselve az Agrárminisztérium, figyelembe véve előbb említett Feldman államtitkár urat, két helyettes államtitkár van ebbe a munkacsoportba, a dr. Juhász Anikó és Papp Zsolt, a Agrárgazdasági Kamarától természetesen benne van a Papp Gergely, és a Magyar Ártek Szövetségétől ugye a dr. Tasi Julianna professzorasszony, és a dr. Wagenhofer Zsombor, és most ne soroljak mindenkit, Bilányos. Mert természetesen az Agrárminisztériumból a jelzett magas szintű vezetőkön kívül számtalan természetvédelmi és környezetvédelemmel foglalkozó fontos beosztásokban levő emberek kellő számmal vannak jelen, hogy ők is tudják képviselni a megfelelő szinten tartást. Ennekkor itt van egy kettősség. Az egyik oldalon ugye van 18 ezer állattartó hazánkban, és a húsmarha, illetve a jutartás alapvetése a gyeptől függ. A másik viszont, hogy a gyep több mint fele természetvédelmi terület. Ez a kettő miként kapcsolódhat össze úgy, hogy mindenki elégedett legyen.
hiszen ahogy az imént mondta, és erről valóban beszéltünk már, egyre rosszabb a gyep minősége, tehát ezt felelősen kéne megoldani ezt a kérdést is. Igen, nem javítani szeretnék, de a Natura, a gyepek, tehát a természetvédelmi területek az több mint 60%-a a gyep területeinknek, tehát helyes ez a fele, több mint fele megjegyzés, és mi agrárgazdasági kamarában mindenképpen szeretnénk azt is másként is, hogy ha megérné ezeken a területeken állatot tartani, hiszen ez a természetes körforgásnak az alapja, hiszen állat, trágya, tápanyag, rovar, madár, és hagyd ne menjek végig teljesen ugye az ökoszisztémán. Tehát ez bebizonyosodott, hogy ez egy zárt rendszer, amit fenn kell tartani, és hogyha mesterségesen valamelyik elemet kivesszük, vagy korlátozzuk, akkor annak rendje módja szerint az állattartó nem fog tudni semmilyen módon pénzt keresni. Ha korlátozzuk azt, hogy más szerves trágyát kijuttassunk, vagy karánföldet ezekre a területekre, akkor a gyep nem kap tápanyagot, és leromlik. Tehát egy nagyon fontos eleme van annak, hogy igenis a nemzeti támogatások, amelyik hát hihetetlen nagyságrendet érnek el szerencsére az elkövetkező időszakban és már napjainkban is, bizony ezeken a területeken való állattartást, és az állattartást nem kellő áttekintéssel korlátozó hát különféle jogszabályokat módosítsák, és azzal egyetértünk, hogy semmiképpen nem a gyepek intenzifikálás felé való elhajlását támogatjuk, állattenyésztők sem, hiszen az azt jelenteni, hogy legeltetni kell szakaszosan, azt jelenteni, hogy kaszálni kell, azt, hogy felülvetni, azt, hogy újravetni, feltörni, erre nem, ezt nem akarjuk, és nem is akarunk olyat, hogy túllegeltetve legyenek a gyepek, de hogy a túllegeltetés tényét megfelelő számszaki adathoz kössük, azt viszont szükségesnek érezzük, hiszen jelenleg ez egy ilyen szubjektív megérzés, hogy túllegeltetés történt a területen. Mi alapján? A számos állat egy hektárra jutó egysége alapján, a gyep jelenlegi állapota alapján. Tehát igenis azért számszerűsíthető adatokkal tudjuk azt bizonyítani, hogyha valaki túllegeltet, és természetesen akkor kell vele szembe különféle szankciókat alkalmazni, és bizony fontos az is, hogy megfelelő módon karbantartsuk a gyepeket, tehát szellőztessük, ha kell, lazítsuk, ha kell, olyan tisztítókaszálásokat végezzünk, nem csak ősszel, hanem egy legeltetés után, olyan a káros gyomhatásokat el tudjuk kerülni. És ne feledjük, ne adj Isten, öntözni is kell, hiszen a tartósan vízhiányos időszakokat alaposan megsimli a gyep. Ebben is vita alakult ki, hogy hogyan, miként lehet ezt megoldani? Hiszen hát az öntözésben kimondottan nagy vita alakul ki, hiszen jelenleg a naturás gyepekről a vizet elvezetni sem lehet, öntözni sem lehet, és hát bizony, hogyha a tartós víz nyomásos területek után a ősgyep kipusztul, akkor újra telepíteni sem lehet, és hát ott a gyomflóra kezd el azonnal tenyészni. Tehát számtalan olyan észszerűsítési folyamat előtt vagyunk, amit szerencsére a minisztérium is és a minisztérium ebéli alkalmazottai is, köztük a természetvédők, amit munkát nagyon tisztelünk és nem is akarjuk ezt semmilyen módon negligálni, elfogadják. Mert itt azért nagyon fontos dolog, hogy amikor ostorozzuk az állattenyésztőket azzal, hogy bizony az UHG gázok 14%-os kibocsátását nekik köszönhetjük, idézőjel nyit és zár, akkor mindig elfelejtjük azt, hogy egyrészt a járműipar 23%-ot ad, de ez a 14% sem teljesen bizonyított. Na de egy legelőn levő állatot kiragadni, és csak azt mondani, hogy a bendőnek a gáztartalmát vizsgálom, meg a szerves anyagnak esetlegesen elillanó gáztartalmát,
és UHG gázát vizsgálom, és elfelejtem azt, hogy az a óriási terület, ami ott van, és zöld tömeg, az mennyi oxigént, mennyi szerves anyagot, mennyi széndioxidot köt meg, és ha ezt leszámolom, mert a matematika is egy komplex dolog, akkor bizony nagyon-nagyon kevés lesz a károsanyag kibocsátás egy szabadon tartott állatnál, hiszen egységben van. Ott az állat, a rétlegelő, a zöld növényi anyag, a fotoszintézis, a széndioxid megkötés, a természettel, hiszen ez volt eddig is a természet rendje, és nem bomlott föl. A gépkocsik és mások okoztak bizonyos változásokat, és kár lenne ezt a természetes környezetre ráhúzni. És hogy ez mennyire így van, egy szakmai munkacsoport, egy kutató munkacsoport értékelése, szó szerint olvasom fel, az extenzív legeltetésre alapozott állattenyésztés kedvező csapadékellátottság mellett egyértelműen klímabarát. Tehát azt hiszem, hogy ennél tisztességesebben köznapi értelemben megfogalmazni nem lehet. Markáns igaz megfogalmazás. Markáns igaz megfogalmazás, így van. Nos, viszont ha már a csapadéknál tartunk, akkor a következő témánk mindenképpen ez a érdekes időjárás. Az érdekes, ez egy jelző szerkezet, de nem tudok mást mondani, hiszen elég furcsa volt a tavaszunk, és a télről ne is beszéljünk. Mennyire viselte ez meg a földjeinket? Hiszen most megjött egy olyan időszak, hogy jószerivel minden nap esik. Igazából nagyon, hiszen ha csak azt az alapvetést elmondom, hogy május folyamán több csapadék esett, mint addig összesen, és most 210 körül vagyunk, hát a megyében különféle helyeken azért nyilvánvalóan ettől eltérő is lehet, de nem lényegi be, és hát nem esett 100 május elejéig. Tehát május valóban egy hűvös, csapadékos időt hozott, azután, hogy hűvös volt az a digi tavasz is. Igen. Tehát szántóföldi kultúrák fagytak ki, mert az, hogy a virágzásba megint sajnos ugye a különféle barackféleségeket, másutt még a medgyet is érintette, almát is bizonyos helyeken a fagyhatás, az a hideg miatt nem volt váratlan, kellemetlen, de az elő szokott fordulni. De az, hogy cukorrépa fagyjon ki, az, hogy kukorica fagyjon ki tavasszal, az, hogy szenvedjen és szenvedjen a kukorica a hideg talajba, hát ez bizony nagyon-nagyon ritka volt. Tehát egy 40 éves pályafutásom alatt én cukorrépa kifagyást soha nem tapasztaltam. Tehát egy cukorrépa nem szokott kifagyni tavasszal. Hát most megmutatta, hogy meg tudja ezt tenni, a mínusz 7 fok az megtette kellően a hatását. Ez a hektikus időjárás és a szárasság vele együtt nagyon nehézé tette a növények kezdeti fejlődését. De mondom másik részét, hogy az állattenyésztésben a rozs szenás az egy alaptakarmány, ugye a rozs még gyakorlatilag szárba szökkenés, kalászba szökkenés előtti betakarítása és megfelelő besírózása a tekintetében. Hát előtte, amíg meg nem jöttek áprilisban is azok a bizonyos esők, de még nem a nagy esőzésről van szó, nagyon-nagyon szomorúan néztek ki. Majd jött az eső, ez a 20 milli körüli, akkor és hát majdnem rekordtermést lehetett betakarítani a rossz szenásból. Tehát közelítette majdnem a 30 tonnát ilyen értelembe. Tehát ez azt jelenti, hogy igen, a csapadék jótékony hatása megmutatkozott. A csapadék jótékony hatása megmutatkozik az őszi kalászosokon, megmutatkozott az újravetett cukorrépa vetéseknél, a később elvetett kukoricáknak a növekedésébe. Most már várjuk a tavasz utó és nyár előnek a beindulását.
Na most nem a nyári rekkenőhőséget, mert az mondjuk a Borsónak azért nem tesz jót, hogyha most a kánikula beindul, de ez a kicsit felhős, kicsit csapadékos, de mindenképpen lényegesebb, melegebb időjárás fontos. Ez viszont csodálatos táptalaja a gombáknak, a kártevőknek, rovaroknak, a szárazság, a viszonylag enyhetél ez mind. Tehát ez lett volna a másik kérdésem, hiszen azt tudjuk, hogy a májusi eső aranyatér, akkor most nagyon gazdagok vagyunk egyik oldalról, viszont folyamatosan mondják az agrárgazdák, hogy a gombabetegségek, ahogy ön is fogalmazott, egyik oldalról, a másik oldalról pedig a rengeteg féreg nagyon-nagyon elszaporodott. Nagyon elszaporodott, igazi gradációban vannak, és bizony nagyon meg kell válogatni a sok szerkivonás miatt azokat a kemikáliákat, amelyek alkalmasak arra, hogy radikálisan lehessen gyéríteni a létszámukat, meg lehessen védeni a növényeinket, akár a rovarinvázió, akár pedig a gombakárosítók ellen, hiszen látni kell, hogy a átvételi árak, akár étkezési búzánál, akár kukoricába, az előrekötések is 60 forint fölött vannak, tehát bizony, hát az olajos magvakról most ne is beszéljek, mert 180 körül simán lehet kötni, különösen repcét, de 150 körül értelemszerűen napraforgót is, tehát egy nagyon jó árak vannak már az előrekötésben is, meg kell védeni a termést, mert bizony, ha ez netán virágzásba, ugye a búza fuzáriumos lesz, és hogy ne soroljam, mert akkor nem sikerül megvédeni, akár a csapadék miatt is, hogy nem lehet rámenni a talajra, akkor ezek az árak nagy mértékben zuhanhatnak, és azok a várakozások, amik viszont azt mondják a gazdák egy részénél, de különösen inkább a kereskedőknél, hogy rekordtermés lesz. Nem rossz a búzánk, ez igaz, de még nagyon sokat kint alszik. Nagyon sokat kell még ott a rovarok ellen is, később a szipolyok, poloskák ellen, és a gombakártevők ellen fellépni ahhoz, hogy ha nem is rekordtermésünk lesz, mert azért a bokrosodás nem volt olyan, aminek igazából kellett volna lenni, de jó közepes búzatermésünk legyen. Történjék így. No, és hát végezetül menjünk el Mezőfalvára, menjünk haza, hiszen a szárazföldi, szántóföldi napok egy rendkívül fontos eseménysorozat. Én azt gondolom, hogy példaértékű, hogy esztendőről esztendőre megrendezik, és hát most a koronavírus járvány végeztével, azzal, hogy sikerült legyőzni, idén is azt hiszem, hogy országszerte nagy érdeklődést kelt majd ez a rendezvény. Mit várhatunk idén? Először is nagyon örülünk annak, hogy a tavalyi pandémiás tiltás után, ami természetesen minden rendezvényre vonatkozott, idén remélhetőleg a járványügyi szabályok betartásával meg lehet rendezni ezt a nagyszabású, hát országosan egyedülálló szántóföldi rendezvényt, ami eddig is, és remélhetőleg idén is, tájékozódási pontot jelenthet a gazdák számára, hiszen idén is rendkívül nagy a kiállítóknak is az érdeklődése, az összes bizonytalanság ellenére is, hiszen gondoljuk el, hogy a nyitások azok azért a napjainkban történtek meg, tehát hogy látogathatók a szabadtéri rendezvények korlátozás nélkül, ugye oltási igazolvánnyal, vagy a applikációval, ami rajta van a mobiltelefonon, és eddig ugye az 500 fős korlát volt életbe. És bizony a kiállítók azért hát kivártak a tekintetbe, hogy lekössék-e, de ebben nagyon-nagyon rugalmas volt az Agrárgazdasági Kamara, és biztosította ezt a lehetőséget, meg a visszalépés lehetőséget is. Úgyhogy jelenleg a kiállítók száma már meghaladja a 2 évvel ezelőtti kiállítók számát, tehát rendkívül nagy az érdeklődés. Nyilvánvaló, mi is meghosszabbítottuk a jelentkezési határidőt, újabb parcellákat, újabb helyeket nyitunk, demo parcellák vonatkozásában is 2 helyen lesz most már különféle bemutató, ahol a gépeket munkavégzés közben megtekinthetik,
állógép bemutató, öntözési gépek bemutatója, és hát nem utolsó sorba lesz a környezetvédelem, a biodiverzitás megőrzésére egy ilyen tanulmányút, ahol végig lehet nézni, hogy mit lehet tenni a környezetünk megóvásáért. Hogyan kell akár az UHG gázoknak a csökkentését elérni? Milyen lehetőségek és technikák vannak e tekintetben is? Úgyhogy nagyon-nagyon változatos kiállításnak nézünk előbe a demóparcellákon, a mikroparcellákon még különféle technológiai kísérleteket is láthatnak az ott levők. Meg lesz a hagyományosan nagyon látogatott talajszelvény, ahol a gépeknek a különféle hatásait, eket el a betegségtől kezdve, hogy ne soroljam, lehet megtekinteni. Tehát nagyon sok kiállítónk lesz, nagyon változatos lesz a program, és hát nem utolsó sorba az első napon elképzeléseink szerint és visszaigazoltan 10 órakor köztársasági elnök úr fogja megnyitni a NAK szántóföldi napokat Mezőfalván. A belépés díjtalan, ahogy mondtam, nem kötött regisztrációhoz, csak oltási igazolványhoz, és a beléptetés során nagyon sok ilyen beléptető pont lesz, hogy ne halmozódjon, és ne kilométeres sorok legyenek idézőjelbe, tehát hogy a beléptetés azért könnyedén megtörténjen az igazolvány vagy az applikáció felmutatásával. És hát mindenkit szeretettel várunk, és kívánjuk, hogy tényleg tartalmasan tudjanak ott lenni, és nagyon sok információval gazdagodva tudják a napi tevékenységből az ott látottakat hasznosítani. Akkor köszönjük a meghívást, természetesen ott leszünk. És azt is köszönöm, hogy megtisztelt. Én azt gondolom, hogy ezek fontos kérdések voltak, amelyekről ma sikerült beszélgetnünk, és hát bízunk abban, hogy a gyepgazdálkodási munkacsoport, illetve is teljesíti azt a feladatát, amelyet meghatároztak a szervezők, résztvevők, illetve hát, hogy az idő megváltozik, és olyan lesz, mint amilyen az várható, hiszen rövidesen most már júniust írunk, és itt az ideje, hogy süssön a nap a mi növényeinkre. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, az Agrárinfot látták, vendégem Zászlós Tibor volt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke, akivel a gyepgazdálkodásról, illetve az aktuális időjárás okozta nehézségekről beszéltünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!